Köszöntöm a nézőket, ez az Oxigén Televízió híradója december 1-én szerdán. Mai adásunkban utána járunk annak, hogy hogyan áll megyékben a pedagógusok átoltottsága. Szó lesz arról, hogy egyre többen választják a valódi élő fenyő helyett a műfenyőket, és összefoglalót láthatnak az Eto Akadémia pápa elleni mérkőzésről is. Tartsanak velünk, kezdődik a híradó. 25 napi rendi pontot tárgyalt kedden a Győri közgyűlés az ülés elején a Győri Katasztrófa Védelmi Kirendeltség hivatásos tűzoltó parancsnokság munkájáról számolt be Gál László tűzoltó százados, aki elmondta, a város területén eddig 116 tűzesethez és 279 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók. Az ülésen szó esett a parkolási díjak változásáról is. Ezzel kapcsolatban dr. Dési András polgármester elmondta, Felsőbb szintű jogszabály miatt június 30-ig nem lehet emelni a parkolási díjtételeken. A közgyűlésen beszéltek arról is, hogy a gázszolgáltató győrben több helyen végzett vezetékrekonstrukciót, melynek hossza 2,3 km volt, és a jövőben is több nagy fejlesztést terveznek. Kikészített macska bundát árultak a Győri Adventi vásárban. Az esetről készült fotó hamar bejárta a közösségi oldalakat, óriási volt a felháborodás. A helyszíre kivonult a rendőrség is, a hatóság állatkínzás miatt indított eljárást. Dr. Dézsi Csaba András polgármester közleményében azt írta, az önkormányzat elkötelezett az állatvédelem iránt, ezért arra kérte a Győri Vásár Kft-t, hogy azonnal mondja fel a szerződést a vállalkozóval, és haladéktalanul távolítsa el az árusok köréből. Ezt a fotót a cicamentők és gazdikeresők csoport osztotta meg a Facebookon. Első látásra talán fel sem tűnik, hogy egy macska bunda is van a többi között. A fotót a Győri Adventi vásárban készítették, több százan osztották meg, és nem csak a hozzászóló körében volt nagy a felháborodás. Hát ilyen rá, és megbüntetném jól. Hát, nem tudok mit mondani most erre, ez Mindenkit megdöbbentett az eset, amelyről többen tőlünk hallottak először. Nem láttunk mi. És nem mit szó... találkoztunk ilyennel. És mit szóltok hozzá, hogy egyáltalán ilyen előfordulhat? Hát, hogyha ez igaz, akkor az elég durva azért. Tehát így. Hát abszolút nem helyes. Nem egyáltalán nem. Az ügyjel kapcsolatban kerestük a rendőrséget is. Nyilatkozni nem akartak, annyit azonban közöltek, hogy állatkínzás miatt indítottak eljárást. A pénzüntetés, hogy mit tudom én. Legfajat. És lehet annak visszatartó ereje? Na, semmi szerintem, semmi, semmi. De a megfelelő administratív lépéseket meg kell tenni, hogy de. egyértelmű. Törvényes kereteken belül, de fel kell lépni. A történtekről értesült az önkormányzat is. Dr. Dézsi Csaba András polgármester közleményében azt írta, megdöbbenve tapasztaltuk a híradásokban, hogy az adventi faházak egyikében kikészített macska árultak. Győrvárosának vezetése elkötelezett az állatvédelem iránt. Ezt a cselekedetet visszataszítónak és megengedhetetlennek tartjuk. Kértük a győri vásár KFT-t, hogy a vállalkozóval a szerződést azonnali hatállal mondja fel, és haladéktalanul távolítsa el az árusok köréből. Egy török kamionban 246 millió forint értékben 7000 darab hamis luxusmárkának feltüntetett ruhadarabot foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai az M1-es autópálya Komáromi szakaszán. Az előzetes szakértői vélemény megállapította, valamennyi termék hamisítvány volt, melyeket a védjegyek tulajdonosának engedélyen nélkül hoztak forgalomba. A NAV munkatársai az árut lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértésének büntette miatt feljelentést tettek. Körülbelül 350 pedagógus nem kérte a koronavírus elleni védőoltást megyékben, így az érvényben lévő jogszabályok szerint ők nem dolgozhatnak majd januártól, mondta el híradónknak Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke. A szakember hozzátette, országosan 1522 intézményben 5270 olyan pedagógus van, aki nincs beoltva, közülük 3300-an nem is tervezik felvenni egyik vakcinát sem. A Győri Révai Miklós gimnázium igazgatójával Lukács Bence beszélgetett. Mi azért készítettük ezt a felmérést, hogy picit tisztábban lássuk, és a fenntartókat is próbáljuk tájékoztatni az irányba, hogy nem lesz egyszerű, valószínűleg, ha mostani adatok érvényesek lesznek nagyjából január elején is, nem lesz egyszerű az évkezdés. Fel kell készülni arra, hogy lesznek olyan intézmények, óvodáktól egészen a középiskola végéig, akik a feladatellátásban nagyon nehezen fognak tudni elindulni, hogyha ugyanazt szeretnék csinálni, mint eddig. 1522 intézmény küldte vissza a leveleket, vagy az adatokat, és ebből az derül ki, hogy nagyjából ez körülbelül az intézményeknek a harmad, ami úgy számolunk, hogy nagyjából 3300 pedagógus van, aki úgy tűnik, hogy nem fog élni a lehetőséggel. Ez országos szinten azt jelenti, hogy nagyjából tízezres nagyságrendet lehet tippelni, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a egyéb más munkakörökben foglalkoztok a közül is 2000-en a mi felmérésünk szerint, tehát nagyjából ezek szerint 5-6 ezeren, akkor hát ez egy aggasztóan nagy szám. Ha nézzük itt a térségünket, megyénket, akkor itt milyen számok jöttek most vissza a felmérésből? 103 intézmény küldte vissza az adatokat, és az derül ki, hogy körülbelül 350 olyan pedagógus van a rendszerbe, szintén óvodától a középiskola végéig, akik egyelőre még nem oltottak, és közülük 200 az, tehát nagyjából itt is az eddig nem oltottaknak nagyjából a 60%-a az, aki úgy tűnik, hogy nem is nagyon szeretné felvenni az oltást. Én azt gondolom, hogy a mi régiónk átoltottsága egyébként alapvetően nagyobb, mint összességében az országé, de itt is lehetnek feladatellátási nehézségek elsősorban van olyan helyeken, ahol egy kisebb létszámú tantestületből fog elmenni egy vagy két kolléga, akárha gondolhatunk itt egy általános iskolai tanítóra, aki első osztályban tanít, vagy, vagy másodikban, mindegy is alsó tagozaton, elmegy az órák döntő többségét, eddig ő tartotta, tehát az ő helyettesítését, nagyon nehéz lesz megoldani, figyelembe véve, hogy az utcán nem nagyon van olyan pedagógus jelölt, aki alig várná, hogy óvodába vagy iskolába elhelyezkedjen pedagógusként. Ugye említette, hogy nagyon nehéz lesz megoldani ezeknek a pedagógusoknak a helyettesítését. Készülnek már rá az iskolák? Ezek az iskolák már egy ö, olyan tervel árnak neki a januárnak, hogy hogy lehet ezt megoldani, illetve hogy lehet tulajdonképpen akár egy kisebb iskolába, ha két-három pedagógus kiesik, akkor az már komoly, komoly gondot tud okozni egyértelműen komoly gondot okozni. Biztos vagyok benne, hogy minden igazgató kollégám most annak függvényében, hogy ő neki milyen információi vannak a pedagógusairól, elkezdte már a szervezés, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Egészen biztos az, hogy vannak, akik sokkal nehezebb helyzetben vannak, tehát például nálunk három ilyen kolléga ez várhatóan. Megkezdtük azt, hogy hogyan lehet csoportokat esetleg összevonni. Megnéztük azt is, hogy esetlegesen nem régiben nyugdíjba vonult kollégákat be -e vonni. Ennek bizony feltétele is van, hogy a mostani óradíjakat, amelyeket nekik lehet fizetni a tankerület részéről, azok lényegesen emelkedjenek fel és erre van is valamiféle ígéret és elképzelés a központ részéről is. Egészen biztos, hogy meg lehet nézni azt is, hogyha valaki tanfelügyeleti munkába vett részt, esetlegesen az oktatási hivatallal beszélni kell, hogy mennyire ebben a mostani tényleg veszélyes helyzetben, ami veszélyezteti akár a feladat ellátását is, hogy ki lehetne vonni most időlegesen erre a fél évre a munkából, és esetlegesen iskolai feladatokat többet tudna vállalni. Tehát biztos, hogy mindenkinek jár az agya, fenntartónak, intézményeknek, hogy hogyan lehet biztonságosan elkezdeni majd a 2022-es évet. Ugye arról beszélünk, hogy ha valaki nincs oltva, akkor, akkor ö, lép a pedagógusok körében ezért ö, életbe, hogy, hogy ő nem taníthat januártól. Ez vonatkozik azokra is, akik esetleg betegség után vannak, és még nem kaphatnak oltást, vagy elvégeztek egy vizsgálatot, hogy van ellenanyaguk, vagy csak azokra vonatkozik, akik nem kaptak oltást. A rendelet viszonylag egyértelműen fogalmaz, és megmondja a kivételeket is. Tehát itt oltási kötelezettség van, kivéve természetesen azoknak, akiknek van olyan orvosi szakvéleményük, ami akár a krónikus betegség, akár egy friss betegségre való ráoltás az veszélyes lenne, őnekik majd időlegesen később kell ezeket beszerezni, illetve akinek olyan van, hogy nem kaphat oltást egyáltalán, neki nyilván nem lesz ilyen oltási kötelezettsége, de alapvetően a pedagógusok döntő többségére és az egyéb foglalkoztatók döntő többségére oltási kötelezettséget ír elő rendelet. Mi a hivatalos eljárás Tehát, hogyha van egy pedagógus, aki nem is szeretné felvenni a, a koronavírus elleni védőoltást, nem is rendelkezik orvosi szakvéleménnyel, akkor a munkáltató az iskolának mi az eljárása ebben az esetben? December 15-e az első határidő, eddig kell felvenni a védőoltást. Ha ez nem történik meg, akkor még egy ízben az intézmények vezetői 15 napra felszólítják a pedagógusokat, hogy vegyék magukhoz az oltást. December 30-án jár le, és utána lép életbe az a szabály, hogy akkor fizetés nélküli szabadságra kell menni. Egész addig fizetés nélküli szabadságon kell lenni, ameddig az oltást fel nem vette. Ha ez egy éven belül nem történik meg, akkor pedig megszűnik a munkaviszony. Bombával fenyegetőző férfit fogtak el a rendőrök közölte a Györmoson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság. A 29 éves helyi férfi egy Győri telefonfülkéből névtelenül két alkalommal is fenyegető bejelentést tett a rendőrségre. Először november 14-én, majd november 27-én hívta fel a rendőrséget azzal, hogy egy adivárosban található emeletes lakóház lépcsőházában bombát rejtett el. A bejelentést követően a rendőrök mindkét alkalommal azonnal kivonultak a helyszínre, és bomba kutató kutyák segítségével vizsgálták át a fenyegető által megadott épületet, majd mindkétszer azt állapították meg, hogy ott robbanó szerkezetet nem helyeztek el. A rendőrök a győri férfit őrizetbe vették, és közveszélyel, fenyegetés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Egyre többen választják karácsonykor az élő fenyőfák helyett a műfenyőket. Ezek a termékek ma már szinte teljesen úgy néznek ki, mint valódi örökzöldek, azonban a vásárlóknak idén jól a zsebébe kell nyúlniuk. Évről évre egyre nagyobb választék van a műfenyőkből, az ünnep közelettével pedig sokan keresik ezeket a termékeket. Azonban nem csak a kínálat, de az árak is jelentősen megemelkedtek. Nem ritka, hogy egy-egy nagyobb műfenyőért százezreket is elkérnek. Ebben a győri üzletben is hatalmas a kínálat műfenyőkből. A pár tíz centistől egészen a két méter magas műfákig minden megtalálható. Stábunk ott járt, akkor is többen érdeklődtek a fenyők után. Egyesek azonban meglepődtek az árak láttán. Most akarom műfenyőn, de ha igen, drágák. Drágája? A két métereset keresek mindig, akkor a fenyőnk volt. Ha igen, drágák. Egyébként ma már egyre élethűbb és különlegesebb műfenyőket gyártanak, a legújabb termékek már szilikomból készülnek, ezek pedig nem igényelnek különösebb összerakást, hajtogatást, mint a korábbiak valamint könnyebben tisztán tarthatók. A tapasztalat azt mutatja, hogy egyre többen választják ezeket a fenyőket az ünnep díszének. Én nekem már nagyon régóta műfő, azért már sokkal tisztább, meg csak lemegyünk a pincébe, aztán főhozzuk, aztán felállítjuk. De nagyon gyönyörű, Ez a Norman fenyő. Már nagyon régóta, most már körülbelül 20 éve műfenyő. Egyszer-kétszer volt, hogy hívják, rendes fenyő, de hát egy házgyári lakásban azt nem lehet hogy hívják a rendes fenyőt, mert ugye két nap után már nagyon hullik, úgyhogy aztán így döntöttünk, hogy műfenyő, nagyon szép, olyan majdnem, mint az eredeti, úgyhogy ezt használjuk. Sokak szerint, habár valóban drágulnak a műfenyők, azonban a hosszú évek alatt ez a befektetés megtérül, ugyanis ezek a termékek akár több tíz évig is használhatók. Továbbra is magas a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Azt írták, a szennyvízminták átlagos koronavírus koncentrációja változatlanul magasnak mondható. A legtöbb mintát stagnáló tendencia jellemzi. Győrben a vírus koncentráció a szennyvízben emelkedett, a tendencia pedig stagnál. Felhívták a figyelmet arra, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse házi orvosát. Megkezdődtek a vízi várost és bácsát összekötő híd építésének előkészületi munkálatai, írja a Kisalföld. A nagyjából 30 milliárd forintos beruházással elkészülhet Győr 5. hídja, megkönnyítve a csúcsidőben a közlekedést a városban. A lapnak Simon Robert Balázs elmondta, november elején megkezdődött a fakivágás Győr belső tehermentesítő útjának nyomvonalán, jelenleg pedig a kivitelezői közbeszerzési eljárás, valamint a megvalósításhoz szükséges területek megvásárlása zajlik. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a fakivágások 2021 végére fejeződnek be, a kivágott növényeket 830 facsemetével, és 2500 cserével pótolják. Az új útszakasz Győr észak-dél közlekedési főtengejében biztosítana menekülő útvonalat, a végcél pedig az egyes főút összekötése a 14-es főúttal. A Győri Járásbíróság ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, aki Győr szemerén a nyílt utcán hadonászott egy baltával. A vádirat szerint a férfi ittas állapotban kezében baltával a járdán sétált 2020. februárjában, miközben a baltával hadonászott és érthetetlenül kiabált. A baltával egy ingatlan bejárati kapuját egyszer célzottan megütötte. Mivel továbbra is hadonászott a baltával, odament hozzá egy járókelő, aki elvette tőle az eszközt, majd azt a földre dobta, az esetet térfigyelő kamera rögzítette a Győri Járás Bíróság pénzbüntetést szabott ki a férfival szemben. Új technológiával szűri ki a panonvíz az illegális csapadékvíz elvezetéseket, közölte a szolgáltató. Mint írják, a törvények szerint az elválasztott rendszerű szennyvíz elvezető hálózatba a csapadékvíz elvezetése tilos. Győrben ilyen elválasztott rendszer működik Szabadhegy, Kismegyer, győr Likócs, Réfalú, Kisbácsa, Nagybácsa, Újváros, valamint Pinnyéd városrészekben. A szolgáltató az önkormányzatok bevonásával az eddigieknél sokkal hatékonyabb technikát alkalmaz az illegális rákötések felderítésére, valamint fokozott ellenőrzésekkel vizsgálja azokat a területeket, ahol az utóbbi időben gondot okozott a szabálytalan csatorna használat, ahol szabálytalanságra bukkannak, ott akár 100 ezer forintos pénzbírságot is kiszabhatnak. Az MB3 nyugati csoportjának 19. fordulójában a Pápa együttesét fogadta az Eto Akadémia, ahol egy kemény mérkőzésen a Pápa mindkét fél szerzett egy-egy góljával, megszerezte a három pontot. A mérkőzés legjobb pillanatait most meg is mutatjuk önöknek. Tapadni a dobogósokra, ez volt a célja az Eto Akadémiának a Pápa ellen vasárnap. A pontkülönbségek miatt az biztos volt, hogy olyan eredmény nem születhet, hogy a zöldmezesek elmozduljanak a negyedik helyről az MB3 nyugati csoportjának tabelláján, így a kérdés az volt, hogy sikerül-e tartani a lépést az élbolyjal. Az első kisebb lehetőség mindjárt a hazaiak előtte tódott Farkas Balázs lódult meg a jobb oldalon, lövésére viszont jól mozdult ki Szigetje vendégkapuból. Aztán nem sokkal később egy baloldali szabadrúgással próbálkozhattak a mieink. Múcska beadása egy pápai csúsztatás után keveredett Szabó Tamás elé, lövését azonban megint hárította a vendéghálóőr. A 32. percben Márton elé került a labda a pápai 16-oson belül, befelé cselezett, de lőni már nem tudott, így Tuboy elé készítette le a labdát, aki 17 méterről fölé bombázott. Három perccel később pedig megszerezte a vezetést a pápa. Egy szöglet után a hosszúról sikerült visszafejelni a labdát az ötösön álló Ola elé, aki előre vetődve a kapuba bólintott. Nagyon egyedül maradt a pápai támadó, Pálfi pedig hiába nyújtózkodott, ezt nem lehetett védeni. Szinte azonnal jöhetett volna a válasz, hiszen csapatunk végezhetett el szögletet, után Farkas Balázs fejelt a kapura, ám Szigeti a röviden védeni tudott. Nem szabadult fel a vendégkapu ezután sem, Tamás Sipőctől kapott jó labdát a 16-oson belül, amit a támadónak első szándékból nem sikerült jól eltalálnia, a második, kiszorított lövést pedig megint hárította a pápai kapus. Ez már a második fél idő, amikor is megint fiataljaink végezhettek el egy szögletet. Átszállt a labda a hosszúra, ahol Vignyánszki centikkel maradt le a beadásról. Az 56. percben pedig megduplázta előnyét a pápa. Füredi hosszú szabad rúgása után megint Olá maradt egyedül a 16-oson belül, és hiába próbáltak ketten is keresztbe csúszni, higgadtan a hálóba gurított. A második védelmi megingást is kegyetlenül kihasználták a vendégek, ezzel pedig 2-0. Ez pedig, mint később kiderült, a végeredmény is lett. Megtört tehát az Eto Akadémia jó sorozata, de Király József tanítványai így is őrzik a negyedik helyüket a tabellán. Csütörtökön sok felé számíthatunk esőre, helyenként megélénkül a nyugati a szél, hajnalban 3-5, délután 6-8 fokot mérhetünk. Pénteken egyre több felé kisüthet a nap, az északnyugati szél viszont élénk erős lesz. Hajnalban 0-2, napközben 3-6 fok várható. Szombaton felhős napos időre számíthatunk, este a nyugat Dunán túlon hullhat vegyes halmazállapotú csapadék. A déli szél északnyugaton megerősödik, hajnalban erős fagyok jöhetnek, mínusz 5-3 fok között alakulhatnak a minimumok, délután 1-2 fok valószínű. December első napján szerdán az Oxigén Televízió híreit láthatták. Híreinket és tudósításainkat megtalálják a győrihírek.hu oldalon és az Oxigén Média Facebook oldalán. Én már köszönöm a figyelmüket, búcsúzom a viszontlátásra!